csillámpor a 21. század emberi butasága, mert akarva, akaratlanul, de szennyezzük vele a környezetet. Nagyon nagy divatnak örvendenek mostanában ezek a különböző glitterek, ahogy ugye a divat szakmában nevezzük, ugye ezek az apró szemsés csillámok, amik tulajdonképpen műanyag lemezkék, nagyon apró műanyag lemezkék bevonva különböző színes fóliával. Ez tulajdonképpen meg is magyarázza, hogy miért is olyan káros. És miután ezeknek az eltávolítása általában nagyon bonyolult, nagyon sokan választják azt a folyamatot, hogy nemes egyszerűséggel, vízzel leöblítve juttatják ezt le a csatornába. Döbrösi Laura színésznő a hétköznapokon és a bulikban nem festi magát. Az az egyensége önmagával, hogy a sminknek a színházban és a kamerák előtt van a helye. Megértem, hogy mi benne a poén, meg mi a szép, meg hogy jól néz ki. Én is benne vagyok a tündérek és boszorkányok csillámpolos világában, tök jó. Viszont amennyiben ez más élőlényeknek szenvedést fog okozni, akkor számomra ez egy megengedhető áldozat, hogy ezt így elengedjem. Úgy kéne elképzelni ezt az egész dolgot, mint hogy fognánk egy petpalackot, és ledarálnánk, és a kis darabkáit szétszórnánk a világba. Magyarul a csillámport hívhatjuk a szépségipar petpalackának, és talán sokan nem is tudják, hogy a csillogásnak mekkora ára van. Az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban lépéseket is tettek a betiltására. Így ezeket a mikrorészecskéket, amit nevezzük mikroplasztikának, hogyha műanyagról van szó, az élővilág tagjai elfogyasztják, tehát mondjuk a halak megeszik, amiket mi kifogunk, és a vasárnapi ebédasztalon megesszük őket. Számomra a smink egy szórakozás, tehát egy kifestőkönyvként kezelem az arcomat, és egyébként élvezem, hogyha kisminkelem magam. Viszont ha arra gondolok, hogy ezzel mennyi káros anyagot, természetellenes feromont, mikroműanyagot és csomagolást gyártok magam körül, akkor arra gondolok, mint mindig, egyébként minden más témában is, hogy az én szórakozásom nem ér meg annyit, hogy más élőlények emiatt szenvedjenek. A legtöbben nem akarnak kimaradni a divatból, és a szépségipar már erre is talált környezetbarát alternatívát. Ezeket bioglitternek nevezzük, ugye ezek a műanyaggal ellentétben cellulózból készülnek, és egy nem szakavatott szem meg sem mondaná valójában, hogy bármi különbség van köztük kívülről, tehát a hatás elérésében ugyanolyan jó mind a kettő, csak ez egy környezetbarát alternatíva. Sok fiatal lány már 6-7 éves korában sminkeli magát, aminek a hátterében nem csak a divat és a csillogás áll, hanem Laura szerint önértékelési gondok is. Torzult a társadalom ezügyben. Kb. 8-9 éves kortól neveljük bele a kislányokba azt, hogy nőként a sminkviselése szinte kötelező, hogy te nem vagy elég szép és nem vagy elég csinos akkor, hogyha nem viselsz legalább egy valamennyi alapsminket. Azt gondolom és azt üzenném mindenkinek, hogyha azt mondja a környezetet, hogy nem vagy elég szép és nem vagy elég csinos, akkor nem vagy jó helyen és környezetet kell váltani. Aki nem tud lemondani a mindennapi kozmetikumok használatáról, de szeretne tudatosan vásárolni, azoknak jöjjön néhány tipp. Ne nagyon vásároljunk szilikon vagy parabén tartalmú akár sminklemosót, akár mesterséges illatanyaggal ellátott tusfürdőt és a többi, mert ezek olyan olajokat és olyan anyagokat tartalmaznak, amik hosszú távon nem képesek lebomlani a környezetben. Készítményeket olyan gyártóktól vásároljunk, akik kimondottan hirdetik azt, hogy ezek környezetbarát termékek, mond mindenmentesek. Az lenne egy jó irány, hogyha a nők különleges alkalmakkor sminkelnének, mert ez is olyan, mint minden más, hogy a hétköznapi, a mindennapi szokásaink azok, amik nagyon nagy terhelést jelentenek a környezetre. És hogyha valami, amit minden nap csinálsz, az káros, akkor lesz óriási az ökológiai lábnyomod, nem akkor, hogyha évente egyszer raksz magadra egy kis csillámport.